A Vörös Kereszt a gyermekhét alkalmából próbál segíteni a rászoruló kisgyermekes családoknak. Minden csomag tulajdonképpen másmilyen, attól függően, hogy mekkorák a babák, esetleg otthon is milyen igény van. A fürdőkádó vagy fürdetőkádtól a kisgyerek kocsiig, tehát sok mindent, az mellett babaholmit, babahigiénát, babatakarókat, játékokat tudtunk beletenni. Nagyon nagy szeretettel készítettük és adjuk ezeknek a családoknak, és nagyon reméljük, hogy meg fognak neki körülni, és hát hasznosan fogják majd felhasználni. Azon kívül az óvodákba is elmentünk, tehát az óvodákkal is, vagy az óvodásokkal is. Elsősorban a végzős nagycsoportosokra gondoltunk, de a többiek is nagy szeretettel vesznek részt a foglalkozáson, ahol az elsősegélynyújtásnak a pici apró kezdeteit próbáljuk nekik bemutatni, hogyha a baba megsérül, vagy a kedvenc maci megsérül, akkor hogyan tudjuk ellátni, hogyan tudjuk bekötözni, és hát tulajdonképpen kinek szólunk. Ők ezt nagyon nagy szeretettel élve hát bekapcsolódnak, és hát nagyon-nagyon hasznosnak tartják, és hát nagyon nagy élvezettel csinálják. Azon kívül az iskolákban is, 5.-6. osztályban csak egy órát, tehát ilyen bemutató jelleggel, itt már a fiatal aktivistáink mennek, és ilyen bemutató hát sérüléseket mutatnak, próbáljuk hát bevonni, ízelítőt adni az elsősegélynyújtásról a fiataloknak, hogy nagyon reméljük, hogy ők majd a későbbiekben a Vöröskereszt e munkájába is be fognak kapcsolódni.